Beruházások Máriapócson. Hamarosan elkészül az új bölcsőde a városban, de több más fejlesztés is folyamatban van. Elismerés. Hajós Alfréd aranyplakettel díjazta dr. Vajda Ildikót a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség. Változik a csok. A szakemberek szerint átrendeződhet az ingatlan piac. Szeptembertől vehetik birtokba Máriapócs új bölcsődéjét, a helyi kisgyermekek, a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában lévő intézmény épületét csaknem 500 millió forintos Európai Uniós forrásból alakítják ki. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ezen kívül is több fejlesztés valósul meg a nyár folyamán Máriapócson, kiszélesítik a Nyírgyulaj felé vezető összekötőutat, rövidesen pedig a Kálossemjén felé vezető kerékpárút építése is megkezdődik. Mindkét irányban nagy az autós forgalom Máriapócs és Kálossemjén között. Gyakran van ez így, emiatt biciklizni is nagyon veszélyes ezen az útvonalon. Hamarosan megoldódik ez a probléma, a szomszédos településig ugyanis kerékpárút fog épülni, a tervezés az utolsó fázisában jár. Ez pedig a napközben lezárás alatt lévő Nyírgyulaj felé vezető összekötő út. A nagyjából 3 km hosszúságú szakaszt ezekben a hetekben szélesítik 4 méterről 5,5 méterre. Erre a beruházásra vidékfejlesztési pályázaton nyert forrást Máriapócs önkormányzata. Ennek az útnak a lényege, hogy igencsak nagy a forgalom most már Nyírgyulaj felé, hisz az ipari parkra rengeteg máriapócsi buszok is ott közlekednek. Ott egy 4 méteres út van, ami ugye mindenki vezet. Nem kell mondani, hogy mennyire balesetveszélyes. Tehát, hogyha egyik autós nem szorul le, akkor a tükröt simán leviszik. Tehát ez másfél méterre lesz szélesítve. Igaz, hogy nem lesz rá kerékpár sáv festve, vagy nem lesz mellette, de kerékpározásra is alkalmas. Tehát egy 4 méteres út, vagy egy 5,5 méteres, az nagyon jó. A kerékpározást azért is említem ennél az útnál is, mert Máriapócsot hál' Istennek most már azért nagyon sok felől meg lehet közelíteni kerékpárúttal. Ennek a következő lépése lesz, hogy a tervezett Nagykáló-Nyírbátori kerékpárútnak ugye megvan az a szakasza, ami Nagykáló-Kálossemjén. Meg lesz ezzel a beruházással, aminek a tervezésénél vagyunk most a Kálossemjén-Máriapócs. Megvan a beltöleti szakasz, megvan a Nyírbátor-Debrecen összekötő út, tehát Nyírbagát felé a kerékpárút, amit tavaly adtunk át. Tehát a kerékpározás az most már kocogás, hál' Istennek nagyon sokan űzik ezt a szabadidős sportot, tevékenységet, erre nagyon szükség van. Jelentősen átalakul Máriapócs központja is az idei nyáron. Folyamatos a munka az óvoda és az általános iskola között, ahol egy konyhát és egy ebédlőt alakítanak ki a következő hónapokban. Ezzel nem csak a két már régóta meglévő intézmény gyermekeinek étkeztetése lesz hatékonyabb, hanem a szintén a közelben épülő bölcsődések számára is itt készül majd az étel. Szintén a város központban egy szolgálati lakást építünk most. Annak egy olyan elképzelés van, hogy 3 kis lakó részt alakítunk ki, és 3 rászorult kis családot tudunk ellátni, vagy párokat, ha az élet úgy hozza. Illetve a hivatallal szemben már látszik a toronydarozás, egy 300 adagos bölcsöde konyha lesz, ami szintén nagyon, nagyon fontos a település életében és a gyerekek életében, mert eddig körülbelül 3 órába tartotta, még az iskola és az óvodai gyerekek meg tudtak ebédelni. Nem volt hely. Most itt le tudnak ülni, és pikpak le tud menni az ebédeltetés. Illetve egyetlen egy épületünk volt, amit nem tudtunk felújítani, most úgy néz ki, hogy az is sikerült. A sportöltözőnél lesz egy teljes átalakítás, tetőcsere, épületeknek a teljes körű átalakítása, felújítása, ott egy szociális jellegű kiszolgáló épület kerül kialakításra. A bárka formát öltő bölcsőde kialakítása egyébként már az utolsó fázisában jár. A csaknem 500 millió forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló új intézményt szeptembertől vehetik birtokba Máriapócson a legkisebbek.
A kánikula és az előre láthatóan továbbra is csapadék szegény időjárás miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságának egyetértésével július 12-től kiterjeszti a tűzgyújtási tilalmat Borsodabaúj, Zemplén, Hajdubihar, Heves, Jász, Nagykunszolnok, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre is. A korlátozás Bács, Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben is tovább él. Az elrendeléssel érintett vármegyékben továbbra sem várható elegendő csapadék, a kánikula miatt megnőtt a kockázata az intenzívebb, gyorsan terjedő felszíni tüzek kialakulásának mind az erdőkben, mind a mezőgazdasági területeken. Ezekből a tüzekből könnyen alakulhatnak ki koronatüzek is. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás ideje alatt szintén nem szabad tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakó helyeken sem. Több évtizedes szervezői, szakértői és vezetői munkásságát ismert el dr. Vajda Ildikónak a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség. A Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének igazgatója a szövetség legutóbbi közgyűlésén vett át Hajós Alfréd aranyplakettet. A díjazott az elismerés jelentősége mellett a sportszakember képzés aktualitásairól is beszélt 35 perc című műsorunkban. Debrecenben a Nagyerdei stadionban tartotta legutóbbi közgyűlését a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség. Az eseményen díjazták azokat a szakembereket, akik az elmúlt években, évtizedekben kiemelkedő munkát végeztek a felsőoktatás sport életében, sport szervezésében és a tehetségek gondozásában. A szövetség a tavaszi közgyűlésén Hajós Alfréd aranyplakettel ismerte el Vajda Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének igazgatójának munkáját. Nem kifejezetten csak az oktatói tevékenységért, hanem a sport szervezésért, illetve az egyetemi sport területén végzett vezetésért, irányításért, hiszen a Nyíregyházi Egyetemi Sportegyesület ügyvezetőjeként az Egyetemi Sportegyesületet is irányítom, annak a működését, valamint a Nyíregyházi Egyetem hallgatói szabadidős sport szervezésért is felelek, illetve nem csak én, hanem a kollégáim, a munkatársaim is. Milyen mérőszámokkal lehet mérni ennek a sikerességét, mert a díj az egy gyönyörű elismerés, de mi alapján döntenek egy ilyen díjról? Hát igazán tulajdonképpen az, amit az ember végez, amit csinál, egy laudációt készít az egyetem, amelyet, illetve minden sportszakember képző intézmény, azokról, akiket méltónak találnak arra, hogy esetleg ezt a díjat megkaphatják, és ha egyetemi sportszövetség elnöksége dönt arról, hogy valóban az az életút, amit az előterjesztés tartalmaz, az eleget tesz-e ennek a díjnak az odaítélésére. Vajda Ildikó elmondta, a Testnevelési és Sporttudományi Intézet eredményes tanéven van túl. A hallgatók oktatása és a tanárképzés mellett arra is nagy figyelmet fordítanak, hogy a leendő szakemberek valóban hozzájáruljanak a társadalom szemlélet formálásához. Az intézet egyébként a szeptembertől induló szemeszterben új specializációt, kosárlabda szakedzői képzést is indít. A Nyíregyházi Egyetemen a tanár szakok közül a testmerő tanárszak még mindig vezető helyen áll, elég népszerű, és mindemellett pedig, hiszen a testmerő tanárképzésben a Nyíregyházi Egyetem és jogelődi intézményeinek több évtizedes hagyománya van, ezt a színvonalat próbáljuk megtartani, erősíteni, és emellett pedig újabb szakokat indítottunk. A sportszervezés alapszakunk is évek óta működik, illetve az edző alapszakunk már most 5. éve folyik az oktatás ezen a területen, és az idei évtől újabb specializációt vezetünk be, a kosárlabda edző, szakedző specializációt. Vajda Ildikó napokban egyébként újabb elismerés érte, az Országos Tudományos Diákköri Tanács mestertanár aranyérmét ítélték oda számára. Az intézet igazgató ezt a tudomány hónapjában, novemberben kapja készhez a Magyar Tudományos Akadémián.
A jövő év elejétől az 5000 alatti lélekszámú települések ingatlanjai esetében nem vehető igénybe a családok otthonteremtési kedvezménye. A szakemberek szerint ez átrendezheti az ingatlan piacot. A következő évtől azokon a településeken, ahol a lakosok száma meghaladja az 5000 főt, nem vehető majd igénybe a családok otthonteremtési kedvezménye. Így még ebben az évben vásárol az, aki nagyobb városban szeretne letelepedni és csokot igénybe venni. 24. január 1-től lesz változás. Ennek a változásnak ugye nyilván előtte van egy hatása, mert azok, akik nem tudnak majd ezentúl csokkot igényelni, azok elkezdtek ingatlant keresni, mert várhatóan az 5000 fő feletti településeken nem lesz csok, falusi csok, nem lesz csok, semmilyen csok nem lesz. Ezáltal elesnek a csok hitel lehetőségétől, ami egy 3%-os hitel volt, ehelyett 15%-os piaci hitelt kell, hogy felvegyenek, ami azért sokkal magasabb, illetve aki csokkal vásárolt ingatlant, annak nem kellett illetéket fizetnie az ingatlan vásárlás után. Tehát azok az emberek, akik 5000 fő feletti településen terveznek, azok most kezdtek el vásárolni. És igazából a falusi csokkos településekről meg azt lehet elmondani, hogy aki tud várni az eladással, ő megvárja a január 1-jét, és egy magasabb áron kezdi el majd hirdetni az ingatlanát, hiszen a támogatásoknak az árát általában azért beleépítik a tulajdonosok az ingatlanok árába. Arról is kérdeztük Bákány Zsoltnét, hogy a csok szempontjából melyek azok a kis települések, amik leginkább kedveltek a vásárlók körében. Nem esnek túlságosan messze Nyíregyházától, és élhető lakókörnyezetet biztosítanak. Eddig is nagyon preferált település volt Búj egyébként, illetve Kótaj, illetve Napkor, Levelek, tehát ezek a települések, ahol ugye nem haladja meg a lélekszámot az 5000 fő, illetve mindenféle honlapon el lehet írni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő olyan településeket, ahol ezt igénybe lehet venni, azokon eddig is nagy volt a mozgolódás, várhatóan ez folytatódni fog, ők nagyon örülnek, mert nyilván a falvak nem fognak elnéptelenedni, iskolákba, óvodákba lesznek gyerekek, és ez azért pozitív dolog. A szakember elmondta. Az infláció és a háború következményei az ingatlan piacra is hatással voltak. A falvak életében nagy a demográfiai változás. Kis községekben már 8 millió forintért is lehet szerényebb otthon találni, 20 millió forint környékén pedig egy tágasabb családi házba költözhetnek azok, akik kertes házban gondolkodnak. Július 16-áig még lehet szavazni az Agrárminisztérium közösségi oldalán Magyarország legszebb erdejére, 21 állami erdőgazdaság versenyez több helyszínével. A jelenlegi állás szerint a miskolci Zsófia kilátó áll az első helyen, alig 60 szavazattal van csak lemaradva, a második helyen a Baktai erdő, a harmadik pedig jelenleg a debreceni nagy erdő. A voksolás résztvevői között nyereményeket sorsolnak ki. A játék célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az erdő stratégiai jelentőségére, az ország környezeti állapotára, és ezzel együtt bemutassa a klímavédelmi célkitűzéseket a lakosság jóléte szempontjából. Magyarországon az állami tulajdonban lévő erdőgazdaságok több mint 1 millió hektár erdőt kezelnek, ezekben több mint 11 ezer kilométernyi jelzett turistaútvonal hálózatot használhatnak jelenleg a kirándulók. Emellett mintegy 1200 kilométer kerékpározásra és közel 400 kilométer lovaglásra kijelölt erdei út várja a kikapcsolódási lehetőségeket keresőket. Az állami erdőgazdasági cégcsoport évente legalább 2 milliárd forintot fordít aktív természetvédelmi célú feladatokra, további 4 milliárd forintot pedig az ökoturisztikai hálózat elemeinek fenntartására. Szerdán elindult a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Július 12-e és augusztus 24-e között gyűjtő akcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. Olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, tolltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Ezeket Nyíregyházán a Korányi Frigyes és a Kerék utcai hulladékudvarban adhatják le az adományozók.
Immár 31. alkalommal rendezte meg a Vármegyei Vadászkamara a Milotai Gábor emlékversenyt, a Nyíregyháza felső simán található Vuklő téren megrendezett 100 korongos lövészviadalon, összesen 48-an vettek részt. Az eseményen 9 kategóriában díjazták a legjobban teljesítő hivatásos vadászokat és a versenyengedéllyel rendelkező sportlövőket. Sörétes puskák ropogásától volt hangos a Nyíregyháza felső simai Vuklő tér vasárnap délelőtt. Az elmúlt évekhez hasonlóan ez a helyszín adott otthont a Vármegyei Vadászkamara által szervezett Milotai Gábor emlékversenynek. A hivatásos vadászokat és a versenyengedéllyel rendelkező sportlövőket külön értékelték az eseményen. A lényeg mindannyiuk számára az volt, hogy a levegőbe irányított 100 korongból minél több találatot érjenek el. Gyakorlatilag azt kell tudni, hogy a Milotai Gáborról, akiről a versenyt elnevezték, ő a világháború után nagyon sokat tett azért, hogy a megyénkben, most már a Vármegyénkben a sportlövészet újra felé legyen és újra legyenek versenyek. De a sportlövészet azért fontos, egy része sport, tehát ez is ugye, mint az összes sport megpróbálja az ember, itt is van, aki jobb, van, aki gyengébb, rangsorok alakulnak ki, de csak az egyik aspektusa nekünk vadászoknak nyilván azért nagyon fontos ez, hiszen itt lehet gyakorlatot szerezni, hogy majd kint a vadra, amikor lövünk, minél pontosabban tudjunk lőni. Nyilván a vad az nem egy céltábla, rossz lövés, senkinek nem öröm, szenved tőle a vad, nem hull el gyorsan, nem pusztul el gyorsan, tehát mindenkinek azt javasoljuk, minden kezdő vadász itt a lőtéren csiszolja a tudását, szerezni egy üzembiztos lőkészséget, hogy majd kint a vad esetén is jól tudjon lőni. Ezúttal elsősorban bíráskodott és csak versenyen kívül mérettette meg magát az eseményen ifjabb Szakács Zoltán, a Vármegye jelenlegi legsikeresebb sportlövője. A kétszeres Európa-bajnok a tét nélküliség ellenére is bizonyította tehetségét, 100 korongból 97 találatot ért el. A Megyei Vadászkamarának van egy csapata, ugye Hajzer Szabolcs, Juhász Péter és jó magam, Szakács Zoltán. Mi minden évben bevállaljuk, hogy a verseny lebonyolításában maximálisan kivesszük a részünket. Ma is bíráskodunk mind a hárman, plusz még Hajdú-Bihar megyéből érkezett egy koronglövő barátunk, aki bevállalta a versenynek a negyedik pályán a bíráskodását. Ugye 100 korongos verseny, 4 pálya van, minden lőtér, minden pályán 25 korongra lőnek a versenyzők. Igazából nem bonyolítottuk túl, 3 szólókorong van, és 1 vadászdublé van minden lőállásban. A vadászdublé azt jelenti, hogy az első korongot kikéri, rálő, és a lövésre érkezik a második korong. Igazából ez az egyszerűbb, legegyszerűbb formája a kompakt sportingnak, hogy mindenkinek maradandó élménye legyen. Tehát igazából, hogy még jobban motiválja az embereket arra, hogy legyen kedvük jönni lőni, és igazából az alapoktól kell ezt az egészet elkezdeni. A 31. alkalommal megrendezett Milotai Gábor emlékversenyen a vadászok és a sportlövők között egyaránt 4-4 kategóriában díjazták a legjobbakat, a különböző vadásztársaságok pedig csapatversenyben mérték összetudásukat. Géresi Krisztián személyében válogatott támadót igazolt a Nyíregyháza Spartakusz, a 29 éves 182 cm magas labdarúgó az elmúlt idényben az élvonalbeli Vasasban, majd Szegeden futballozott, előtte volt a Fehérvár és a Puskás Akadémia labdarúgója is. Közel 100 NB1-es meccse mellett 13 alkalommal lépett pályára Európa Liga selejtező találkozón, és a magyar válogatottban is bemutatkozhatott 2021-ben a San Marino ellen megnyert találkozón. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Még a nyáron elkészül, ősztől pedig a gyermekek is birtokba veszik Mária Pócs új bölcsődéjét. Az egyházi fenntartású intézmény csaknem 500 milliárd forintos Európai Uniós forrásból valósul meg. Egyéb fejlesztések is folyamatban vannak a városban. Szolgálati lakás épül, kiszélesítik a Nyírgyulaj felé vezető összekötő utat, hamarosan pedig kerékpárút építése kezdődik meg Kálusemjén irányában.
Hajós Alfréd aranyplakettel díjazta dr. Vajda Ildikót a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség. Az elismerést egyetemi sportélet területén végzett több évtizedes szervezői, szakértői és vezetői munkásságáért érdemelte ki a Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudomány Intézetének igazgatója. A díjazott az elismerés jelentőségéről és az intézmény sportszakember képzésének aktualitásairól is beszélt 35 perc című műsorunkban. Változások körvonalazódnak az ingatlan piacon. A kormány 2024. január 1-től megszünteti a városi csokot, tehát az 5000 főnél nagyobb településeken nem lehet majd igénybe venni ezt a fajta támogatást. Július 12-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön heves zivatarok is valószínűek felhőszakadással, jégesővel, erősen viharos, károkozó szélrohamokkal. Az észak-nyugati-nyugati irányba forduló szelet élénk lökések is kísérhetik, de zivatarok környezetében ettől jóval erősebb, erősen viharos lökések is várhatóak. Napközben 26-28 fokot mérhetünk.